engedjék meg, hogy a felkérésnek megfelelően én a helyi tapasztalatokat, a mi szolnoki tapasztalatainkat osztam meg önökkel, és mondjam el, hogy nálunk Szolnokon hogyan és miképpen működünk együtt sokakkal a város közbiztonsága érdekében. Azt gondolom, hogyha egy település polgármesterét megkérdezik, hogy mégis mit kell tenni azért, hogy az emberek szubjektív biztonságérzete rendben legyen, először is meg kell hallgatni az embereket, és meg kell tudni, hogy ők pontosan mit várnak el, és mit szeretnének tőlünk. Általában azt szeretnék, hogy békésen hazamehessenek. Kezdjem el örülni, hogy lehetett hallgatni. Tisztelettel köszöntöm önöket. Tehát a szubjektív biztonságérzetről. Elsősorban az, hogy biztonságban hazamehessenek a gyerekeiktől, ne vegyék el a rádiótelefont az utcán, ha lehet, akkor ne tolják el talicskával a malacot az udvarról. Tehát egész egyszerűen az életük rendben legyen, és úgy érezzék, hogy a fontos részei annak a társadalomnak, ahol élnek, egy városban mondjuk. Fontos ehhez, hogy a település kialakítsa azt a bizalmi rendszert a rendvédelmi szervezeteivel, amelyen keresztül nem csak évente egyszer egy közgyűlési beszámolón találkoznak egymással, hanem napi rendszeres kapcsolatot alakítanak ki, és akkor is fölveszik a telefont, hogyha csak névnapjára köszöntik fel a rendőrkapitányt, és akkor is, hogyha valami probléma. Ha ez a bizalmi rendszer nem alakul ki, akkor nem fogunk tudni egymásról igazából semmit, és csak akkor dolgozunk egymással, ha baj van. Azt hiszem, hogy a megelőzés egyik legfontosabb része az, hogy alakuljon ki ez a kapcsolatrendszer. Tegnap a vízvilágnapja volt, ez csak úgy jön ide a mai konferenciára, hogy Szolnokon a vizekkel mi rengeteget küzdünk, a Tiszával különösen. A 2000-es árvíz volt az az időszak, amikor egy olyan összefogásnak kellett, hogy kialakuljon a térségben, amely nélkül azt a hihetetlen vizet nem tudtuk volna megfogni. És ennek az időszaknak az eredménye az, hogy mind a mai napig a rendőrkapitányokkal, legyen az megyei vagy városi, a polgárőrvezetőkkel, a vízügyi szakemberekkel, a körzetvédelmi szakemberekkel és bárki mással a városnak olyan kapcsolata van, amely kapcsolaton keresztül egy nagyon erős csapat bármikor be tud avatkozni bármilyen problémába. Tehát még egyszer, alakítsa ki minden település az ott lévő rendőrséggel, polgárőrséggel, közterületfelügyelettel, városőrséggel, bárkivel azt a kapcsolatot, amelyet napi rendszerességgel használni tud. Nem baj az, ha pénzt is adnak hozzá, ha már tábornok úr ezt mondta. Mi Szolnokon létrehoztuk a közbiztonságért alapítványt, 6 és 8 millió forint között adunk ebben az alapítványban forrásokat a rendőrségnek. Most már szabad felhasználásra, Cinege kapitány úr érte el azt, hogy ezt arra fordítsák, amire éppen szeretnék. Ebből lehet autót vásárolni, lehet üzemanyagot vásárolni, de mondjuk lehet a térfigyelő rendszerek figyelő rendszereit is használni és alkalmazni. Azt gondolom valóban fontos, hogy ezek a források rendelkezésre álljanak, mert mondhatunk bármit, de források nélkül nem fogunk tudni igazából hatékonyan előre menni és haladni. Fontos dolog az a források mellett, hogy a közös gondolkodás is működjön. Tehát ha már a térfigyelő rendszerekről beszéltem, a város ne higgye el azt, hogy térfigyelő rendszert föl lehet úgy helyezni a városba bárhova, hogy azt a rendőrség nélkül teszi meg. Persze én is tudom, hogy mi politikusok sokszor elhisszük magunkról, hogy hirtelen a megválasztottak akár agyműtétet tudunk végrehajtani kedről szerdára, de ne gondoljuk, hogy ez így van. Vannak szakemberek, vannak önök, akik egészen biztos, hogy sokkal, de sokkal jobban látják a világot. Tehát azt szeretném mondani, hogy a szakmát, az önök szakmáját használjuk napi rendszerességgel. Fontos dolognak tartom, hogy az együttműködés, a közös munka az a város egész területére terjedjen ki, és a lehető legtöbb embert vonja be. És ehhez kapcsolódjon az, hogy a rendőrt, az egyenruhás embert a civil ember fogadja el. És a civil ember higgye el azt, hogy aki egyenruhában van, az segíti őt. Ezt persze nem lehet úgy tenni, hogy elmondjuk, hogy azért, mert valaki egyenruhában van, az jó, hanem programokat kell hozzá szervezni. Nálunk működik egy olyan program, aminek az a neve, hogy rendőreink a gyermekeinkért. Ez arról szól, hogy iskolában menet és iskolából jövet, a rendőrök ott vannak az iskolák körül, polgárőrökkel, közterületfelügyelőkkel kiegészítve, és vigyázzák a gyerekeket. Nem csak azért, hogy a zebrán rendesen át tudjanak menni, hanem azért is, hogy minden tekintetben biztonságban legyenek, és tudják azt, hogy oda mehetnek a rendőrhöz, oda mehetnek a közterületfelügyelőhöz, oda mehetnek a polgárőrhöz, és az egyenruhás ember őt segíteni fogja. Az egyenruhás emberre ő számíthat, és az egyenruhás ember biztonságot ad neki. Tehát bármikor baja van aztán az életben, tudja azt, hogy aki egyenruhában van, az azért van, hogy őt magát szolgálja és segítse őt. Szerintem egészen jól működő programokat lehet ezügyben kialakítani. Mondanék egy másik programot. A város megkérdezte az ott lévőket, hogy hogy és miképpen gondolkodnak a szolgáltatásairól a városnak. Úgy hívják a programot, hogy szolgáltató város.
Egy 75 ezeres városban körülbelül egy 50 ezer kérdőívet küldtünk ki, és kérdeztük meg, hogy mi a vélemény az embereknek a hulladékszállítástól, a bölcsödei szolgáltatáson át, a rendőrség munkájáról, a polgárőrség munkájáról. És az emberek körülbelül 30 ezer visszaérkezett kérdőívben azt mondták, hogy ők nagyon szívesen segítenek a rendőrök, a polgárőrök munkájában. Kialakítottunk egy olyan szülői fórumot, ahol a szülőket kérdeztük meg, hogy ők mit szeretnének kapni mondjuk a rendőrségtől, polgárőrségtől. És kiderült, hogy az éjszakai szórakozóhelyek biztonsága az egyik legfontosabb, amit nálunk Szolnokon legalábbis a szülők fontosnak tartanak. Nem tudom máshol, hogy van, nálunk a 12-15 éves, főleg lánygyermekek csőstül jelennek meg az éjszakában, péntek-szombat napokon. Nem tudjuk pontosan, hogy a szülőknek miért nem hiányoznak otthon. Nem tudjuk pontosan, hogy hogy van az, hogy egy gyereket hajnal 4 órakor még nem hiányolja otthon az édesapja, édesanyja. De akikkel mi most együttműködünk, azok a szülők körbejárják velünk a város szórakozóhelyeit. Megmutatjuk nekik, hogy milyen az éjszaka, és hol és miképpen tudnak a gyermekeik szórakozni, és próbáljuk őket is érdekelté tenni abban, a szülői felelősségre appellálva, hogy közösen, együtt, rendvédelmi szervek, város és szülők próbáljuk azt megoldani, hogy a gyerekek biztonságban lehessenek. Ez elsősorban arról szól, hogy egy etikai kódexet fogunk létrehozni. Egy olyan etikai kódexet, melyet el kell, hogy fogadjon a szórakozóhely tulajdonos, el kell, hogy fogadjon a város. És aztán ezt próbáljuk számon kérni. Azt mondtuk, hogy 18 éven alatti gyereknek nem szolgálunk ki alkoholt. Ez törvényben van egyébként, csak nem mindenki tartja be. De hogyha a szórakozóhelyek tulajdonosait erre ráveszünk, könnyebb az életünk. Egy másik része, hogy a 16 évnél fiatalabb gyerekeket a szórakozóhelyi tulajdonosok 10 órakor ellenőrizzék és küldjék haza. Vagy legalábbis próbálják meg olyan irányba terelni őket, ami azt gondolom, hogy egy kicsit jobb, mint hogy hajnaltájt ott üldögélnek, és nem tudom milyen problémákkal küzdködnek. A harmadik, hogy a szülők szórakozzanak együtt a gyerekeikkel. A szülők kérték azt, hogy hagyd menjenek együtt ők a gyerekekkel. Hogy ők hagyd mutassák be azt, hogy milyen szórakozási formák vannak. És sorolhatnám a gondolatokat. A lényeg az, hogy nagyon fontos egy településen, hogy a településen élő, mondjuk a szülők, a rendőrök, a polgárőrök, közterületfelügyelők együtt közösen gondolkodjanak az éjszaka biztonságában is. Szerintem fontos. És akkor a polgárőrségről. Nálunk Szolnokon a polgárőrség akkor erősödött meg, amikor az említett 2000-es árvíz volt. Ebben az időszakban erősödött fel az a civil igény, hogy a lehető legtöbb ember a saját lelkéből fakadóan segítsen az árvízi munkálatokban. És kialakult egy olyan rendszer, amelyen belül most azt mondhatjuk, hogy Szolnokon hozzávetőleg 100 polgárőr működik, a megyében körülbelül 600-700 polgárőr dolgozik, nem kevés egyesületen keresztül. Fontos az, hogy ezek az egyesületek nálunk hasonlóképpen, mint ahogy tábornok úr mondta, a körzeti megbízotthoz kötődnek. Tehát ahol körzeti megbízott van, ott egészen biztos, hogy van polgárőr egyesület, ahol nincs körzeti megbízott, ettől még van polgárőr egyesület, de azt gondolom, hogy későbben azt kell elérni, hogy mindenhol legyen rendőr, poli és polgárőr együtt. Már csak azért is, mert az a szolgálat, amit ki tudtunk alakítani este 7-től reggel 7-ig a városban, egy 24 órás rendszeres, 12 órás rendszeres szolgálat, az arról szól, hogy a három egység, a rendőrség, a polgárőrség és a közterületfelügyelet folyamatosan járőrözik Szolnokon az éjszakában. Folyamatosan kint vannak, a vezénylést a rendőrség teszi, a rendőrség kéri számon a két szervezettől, hogy hogyan és miképpen dolgozik. Kimondottan jó eredményeket tudunk ezügyben felmutatni. A polgárőröknél én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük azt, hogy ők ezt ingyen, bérmentve, saját szabadidejükből teszik és végzik. Ezt meg kell tudni, nagyon meg kell tudni beszélni. Ha ebben az országban valami hiányzik, az a civil erő, nagyon-nagyon komolyan oda kell figyelni, hogy ebben haladjunk, előre lépjünk, és akiben van ilyen affinitás, van ilyen szándék, azt ne gátoljuk, hanem segítsük. Mi a polgárőrségnek a rezsikiadásait finanszírozzuk, adunk nekik egy olyan irodát, egy olyan helységet, ahol 24 órán szolgálatban dolgozhatnak és működhetnek. Azt várjuk el, hogy ez rendszeres legyen, ellenőrizhető legyen és számon kérhető legyen. Nagyon komoly partnerek benne. És komoly partner hozzá a városban működő közterületfelügyelet is. A közterületfelügyelet polgárőrséggel, rendőrséggel, én azt hiszem Szolnokon legalábbis, de bizony benne sok helyen máshol, komoly erő az ügyben, hogy az emberek, az ott lakók biztonsága jobb lehessen. Nálunk, de szerintem máshol is komoly kérdés a cigány kérdés.
Egészen biztos vagyok abban, hogy nem csak szolnoki probléma, nálunk három cigánytelep van, három romatelep van a városban, és ha valahol van probléma, nyilván ezeken a helyeken vagy ezeknek a területeknek a környékében van. A polgárőrökkel azt a megállapodást kötöttük, hogy amikor felvétel van, akkor külön figyelünk arra, hogy cigány fiatal embereket vegyünk föl a polgárőrségbe. Nyilván ugyanolyan feltételeknek kell megfelelni, mint a nem cigány fiatal embereknek, de külön figyelünk arra, hogy ők is részt vehessenek a rend biztosításában. Különösen azokon a helyeken, ahol őket egy kicsit jobban elfogadják azok, akik igazából őket, mint cigány embereket egy kicsit közelebb érzik magukhoz. Nagyon-nagyon fontos dolognak érzem, és egészen biztos vagyok benne, a tapasztalat az, hogy ezek a cigány fiatal emberek nagyon-nagyon komolyan veszik a munkájukat. Senki ne gondolja, hogy ők elrazsálnák, vagy eltrógerkodnák a munkát, nem igaz. Bizonyítani akarják, hogy ők ennek a társadalmi csoportnak részeként, tagjaként igenis komoly munkát tudnak végezni. Fontos dolognak tartom, hogy mindenki figyeljen rá, és bízzon bennük. Bízzanak benne, hogy ők is meg tudják oldani a problémát. Nem árt, hogyha megteszik, hogy a cigány családok vezetőit, a klánok vezetőit összehívják. Nem árt, hogyha beszélnek ezekkel a mondjuk úgy vajdákkal. Nem árt, hogyha leülnek és közösen végig gondolják azt, hogy mit és hogyan lehet a cigánsággal együtt egy település érdekében tenni, vevők rá, partnerök rá. Mert a normális cigány családok azok kimondottan sértve érzik magukat akkor, hogyha ugyanúgy kezelik őket, mint a nem normálisakat. Azt gondolom, hogy használhatjuk ezt az erőt, és ne féljen tőle senki. Biztos vagyok benne, hogy sokat tudunk ebben a kérdésben is haladni előre. És a legvégére azt gondolom, hogy ez a 100 városban 100 program nagyon-nagyon komoly lehetőség. Biztos vagyok abban, hogy a polgármesterek, az önkormányzatok mellé fognak állni ennek a programnak, mert valóban érezzük mi is, hogy egy ilyen civil erő, egy ilyen civil összefogás nagyon sokat segített a későbbiekben. Kívánok hozzá sok erőt, a megvalósításban mi egészen biztos partnerek leszünk. Köszönöm szépen!